A Mikes Kelemen program keretében könyvek összegyűjtése folyik szerte a diaszpórában magyarországi szakemberek bevonásával. Ismerkedjünk meg a programmal. A Mikes Kelemen program lényegében 2013. novemberében lett elhatározva a diaszpóra tanács részéről, amikor a parlamentbe ezt a döntést meghozta, és ennek a programnak a megindulása a következő év januárjában, tehát 2014-ben kezdődött el. A Mikes program célja a diaszpórában élő magyarok megsemmisüléstől veszélyeztetett könyvtári, illetve levéltári hagyatékainak felderítése, mentése, Magyarországra szállítása, és ezek további feldolgozása és további szállítása a Kárpát-medencébe. A Mikes program már 2014. január óta él, nem csak az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Dél-Amerikában és Ausztráliában is vannak gyűjtőpontok. Kanadában, Toronton kívül Vancouverben, illetve Montrealban, Vancouverben és Torontóban már megnyíltak ezek a gyűjtőpontok, Montrealban 2016. januárjától fogják várni a könyvészeti adományokat. A könyveknek a gyűjtését meghirdettük különböző fórumokon, úgy, mint televízió, rádió és az újságokban, és természetesen a szószékről is megkértük a gyülekezeteket, hogy azokban a közösségekben, ahol olyan magyar könyvek vannak, amelyeket nem fognak már felhasználni, vagy idősek, akik elhaltak és megmaradtak a könyvek, azokat jó lenne összegyűjteni, és a Mikes program keretében elküldeni. 650 doboz könyv átnézése után rengeteg szépirodalmi jellegű könyv került elő, természetesen a könyvek legnagyobb része magyar nyelvű. A könyvek sorsa a következő, az Országos Széchenyi Könyvtárba fognak érkezni egy konténeres szállítás után. Az Országos Széchenyi Könyvtárba, mely Budapesten van, fogják átnézni a könyveket. A célja ennek a hiánypótlás, tehát a Széchenyi Könyvtárba való beillesztés, illetve a megmaradt tételek Kárpát-medencébe való szállítása, erdélyi közgyűjteményekbe, általános iskolákba, illetve a rászoruló iskolák számára is küldünk könyvet. Az itt átnézett könyvek között nagyon sok klasszikus szépirodalmi mű került elő, így például Petőfi Sándor, Ady Endre kötetek nagy számban kerültek elő, régi kiadású jókai sorozatok, márai sorozatok. Nem volt ritka ugyanígy az emigrációs irodalom egy-egy képviselőjének a verses kötetei, például Tűz Tamásnak sokszor dedikált kiadás is előkerült. Szeretném megkérni a Toronto és Toronto környéki magyarokat, hogy támogassák a Mikes Kelemen programot. Olyan könyveket keresünk, amelyek kidomásra ítéltettek, vagy megsemmisülnének. Szeretnénk ezeket a könyveket összegyűjteni, és Magyarországra, illetve a Kárpát-medencébe tovább juttatni, hogy a következő nemzedék is élvezhesse a magyar szépirodalom remekeit. Az első magyar református egyház kész arra, hogy ezt a gyűjtést elvégezze. Raktárhelyiségünkbe el tudjuk helyezni a dobozokat, úgyhogy kérjük, hogy az első magyar református egyház 439 Van Road, Toronto, ez a mi címünk, úgyhogy ide várjuk és kérjük, hogy elhozzák ezeket a dobozokban a könyveket, és úgy szintén arra kérjük, hogy lehetőleg ezt előre jelezve, hogy ugye be tudjuk a könyveket fogadni.